7 milliónál is több oltást adtak be Magyarországon karácsony óta. Napközben sikerült átlépni az újabb milliós határt. Reggelig a hivatalos adat szerint 4.391.000-en kapták meg az első oltást, 2.599.000-en pedig már túl vannak a másodikon is, láthatják a piros vonalat. Az európai átlagnál magasabb átoltottság segíti a nyitást, ami jót tesz természetesen a gazdaságnak. Az Európai Bizottság éppen ma javította a magyar gazdasággal kapcsolatos előrejelzését, 5%-os növekedést várnak az idei évre, februárban ennél még pesszimistábbak voltak. A brüsszeli szakértők szerint az uniós átlagnál gyorsabban nőhet a magyar GDP. Egy kicsit fokozatosabb az is kell bele, és akkor a végén majd csinálra beszállítjuk. Ennek a Békés Csabai fodrászmesternek újabb 50.000 forint maradt a zsebében azzal, hogy a kata, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adójának áprilisi összegét sem kellett befizetnie. Azok az üzletek és szolgáltatók ugyanis, akiknek a járvány miatt zárva kellett tartaniuk, mentesültek a márciusi és a most esedékes áprilisi befizetés alól. Ez országszerte 155.000 kis céget érint. Én nagyon örülök annak, hogy csak egy hónapra kellett bezárjunk, és most ez a pár hónapnyi mentesség is hozzájárul ahhoz, hogy ami kiesés volt, akkor egy kicsit ezt visszapótolja. Szerdáig lett volna esedékes a munkáltatói adók befizetése is, de ezt is elengedte a kormány, és nem csak a vendéglátóknak, a szállásadóknak, illetve a szabadidős ágazatban tevékenykedőknek, hanem azoknak a kiskereskedőknek is, akiknek zárva kellett tartaniuk. Ezzel és a katások kedvezményével 11 milliárd forintot hagyott a kormány az érintett vállalkozásoknál. A turizmusban és a vendéglátásban működő cégeknek egyébként májusban is jár a munkáltatói adómentesség és a dolgozók után igényelhető bértámogatás is, ami eddig 173.000 munkahelyet védett meg a járvány alatt. Ha munka van, minden van, munka meg akkor van, ha van munkahely. Februárban jelentette be Orbán Viktor a gazdaság újraindítási akcióterv elindulását. Ebben foglalta össze a kormány azokat a lépéseket, amelyekkel ismét lendületbe lehet hozni a vállalkozásokat. Ennek egyik eleme a beruházások támogatása. Csak ebben a hónapban több élelmiszeripari és egészségipari cég kapott, összességében több 10 milliárd forintnyi állami segítséget. És folytatódik a nagyvállalati beruházási támogatási program. Továbbá az akcióterv része egy új hitelkonstrukció is. 10 évre, 10 millió forint erejéig 0%-os hitelt nyújtunk azoknak a kis és középvállalkozásoknak, akik a gazdasági újraindítás lehetőségeivel egy kezdő összeg nélkül nem tudnának élni. Nem csak az idei, hanem a jövő év is a gazdaság újraindításáról szól majd. Ez a költségvetés Magyarország újraindításának költségvetése lesz. A pénzügyminiszter azt mondta, a 2022-es költségvetésben több mint 7300 milliárd forintot különítettek el az újraindítási akciótervre. De több pénz jut jövőre a családtámogatásokra is. Például otthonteremtésre és a 25 év alatti fiatalok jövedelemadómentességére. Továbbá a 13. havi nyugdíj visszaépítésének következő elemére és a nyugdíjprémiumra is. Mindezeket figyelembe véve, az eddiginél nagyobb gazdasági növekedést vár idén Magyarországon az Európai Bizottság. A brüsszeli szakértők februárban még pesszimistábbak voltak, de friss előrejelzésükben már 5%-os gazdasági növekedést jósolnak, jövőre pedig ennél is nagyobb 5,5%-os bővülést. Vagyis az uniós átlagnál gyorsabban nőhet a magyar GDP, sőt, ez a negyedik legjobb adat az unióban. Az elmúlt egy évben nagyon sötét prognózisokat mutattunk be. A járvány kitörése óta most először az optimizmus erősebb, mint a bizonytalanság, fogalmazott az Európai Bizottság gazdasági biztosa. A brüsszeli előrejelzés szerint a magyar gazdaság motorja a fogyasztás lesz, de jelentős növekedés várható a magánbefektetésekben és az állami beruházásokban. A külső kereslet miatt pedig várhatóan növekszik az export is. Az Európai Bizottság ezért most úgy látja, a magyar gazdaság már az év végére eléri a járvány előtti szintet.